Sziasztok! Előkaptam ismét egy régebbi filmet, méghozzá egy régebbi kedvencemet, a 2012-es Fogadom című alkotást. Igen, ez egy romantikus film. Életemben nem sok ilyen kategóriájú filmet láttam, nem utálom őket, csak többnyire tartózkodom tőlük. De van azért egy-kettő, ami tetszett, ez pedig mélyebb nyomot is hagyott bennem. Ha jól emlékszem, egy február 14-i tipikus kis randi film volt, minden évben bedobnak egy ilyet. Miért maradt számomra mégis emlékezetes? Tartsatok velem! Először is fontos adalék, hogy a film igaz történet alapján készült. Ez persze nem garantál egy jó filmet, sőt, innen lehet nagyot bukni. A végén van egy kis háttérsztori, hogy mi történt a személyekkel, akiken alapul a film. Az alaptörténet az, hogy van egy pár, akik nagyon szeretik egymást, de egy nap súlyos autóbalesetet szenvednek. A lány, vagyis Paige öve nem volt bekötve, ezért ő elég súlyos sérüléseket szerez, fejsérülést, ami által elveszi az emlékeinek egy részét. Az utolsó 4-5 év kiesik neki, nem emlékszik, hogy férjhez ment, hogy mi az új munkája, mi történt a szüleivel. Leo, a férje, innentől azon fáradozik, hogy a felesége emlékei visszatérjenek, valamint hogy újra elnyerje a szívét. Sokan már biztosan a zsebkendőért nyúlnak, de én keményebb vagyok. Na jó. Már bekészítettem egy 100-as paput. Nem, igazából nem. Megható a film The Boys Don't Cry. Most, a sztereotípiáktól tényleg elvonatkoztatva, nem muszáj egy romantikus filmnek olyan hű, de elsírom magam olyan meghatónak lenni. Ez a film egyszerűen bájos minden momentumában. Én ezért imádom. Persze, alaposan ki lett színezve az igaz történet, hogy a moziban eladható legyen, de ez így kerek. A szereplők között megvan a kémia, Paige és Leo, vagyis Rachel McAdams és Channing Tatum iszonyatosan jók a vásznon, hitelesek. Leo tényleg látszik, hogy igazán szereti ezt a lányt, és nem is akarja semmiért elengedni. A humor a film egy nagyon jó pontja. Nincs benne rakatszem, rengeteg poén, és pontosan ezért jó. Megmarad a komoly felütés, mégis kicsit színesítik. Ezektől a poénoktól sem fogjátok a hasatokat fogni a nevetéstől, de segít, hogy ne felejtsetek el mosolyogni. És kérlek, hogy mosolyog még, mosolyognál, én is mosolyognék. A filmben van egy érdekes üzenet. A pillanatokról szól, ez igazából Leo elmélete. A film elején van egy hosszabb narrálás erről, majd a végén lezárja ezt a monológot. Amiket itt mond, gondolatok azok nagyon tetszenek. Nem egyediek, de ettől még fontosak és igazak. A megrázó pillanatok mondják meg, kik is vagyunk valójában. Nem azt mondom, hogy most azonnal vágjátok magatokat buthaülésbe, és gyújtsatok meg két illatgyertyát, miközben felcsaptok szerzetesnek, de azért el lehet gondolkozni ezen, ha csak egy percig is. Külön érdekes a filmben, ahogy Paige régi emlékeit bemutatja. Az elején sok a visszajátszás, megmutatják, hogyan alakult a kapcsolatuk kezdete. Később azonban már csak utalgatásokat kapunk, illetve néha-néha mesélnek egy sztorit. Majd Paige előtt feltárul a nagy titok is, ez az egyik fordulat a filmben. Nincs nagy fordulat, viszont kapunk több kicsit is, ez szerintem jó megoldás. Nézzük röviden a többi szereplőt. Senki sem kap sok szerepet, érezhetően a Paige-Leo párosra koncentrál nagyon a film, és jól is teszi. Leonak van egy csomó haverja, akik többször is feltűnnek, egy embert emelnék ki, aki többet tesz hozzá a sztorihoz. Aslani, azaz Lili, kinek ismerős az Orphan Blackből, Leoval együtt dolgozik egy zenei stúdióban, ezért ők elég sokat beszélgetnek és adja a tanácsukat. Paige édesanyja, Jessica Lang, pedig aki az amerikai Horror Storyból lehet ismerős sokaknak. Mennyire ki vagyunk tömve mostanában sorozat szereplőkkel a filmekben? Na mindegy. Ez tehát az én kedvenc romantikus filmem. Sok pozitívumot látok benne, és nagyon kevés negatívat. Nektek van ilyen kedvencetek? Írjátok meg kommentben, hadd szemezgessek. Ennyi volt a házi mozi, Only God Knows, mikor jelentkezek újra ezzel a rovattal, addig is vegyetek ki valamit. Jó mozizást, akár otthon, akár a teremben. Ha pedig tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és akár iratkozzatok fel. Levi out, sziasztok! Tudom, hogy emlékszel rá, milyen volt együtt. Te élvezed, igaz? Én próbálom megmenteni azt, ami köztünk van! Én megpróbálok nem bántani. Hiányzik a közös életünk, hogy együtt lehessek veled. Van-e egy életre szóló szerelemnek még egy esélye? Remélem, hogy egy nap úgy tudok majd szeretni, ahogy te engem. Egyszer már sikerült. Másodszorra is össze fog jönni. Fogadom. Hamarosan bemutatja a Fórum Hungary.